Kész káosz, amit zajlik a szabadság utca 114 alatt. Én nem tudhatom, hogy te hova születtél vele, de én egy kész katasztrófában. A tesóimmal általában teszteljük egymás és a szomszédok idegeit is. És hogyha már itt tartunk, ez az, ami a szüleimnek nincsen, mivel már 6 éves korunkban kijöttük belőlük. Számomra a szombat reggelek a legnyugisabbak, mert én kelek fel a leghamarabb. Ilyenkor csönd van, nyugalom és kávé illat. Csinálsz nekem egy kenyeret? Miért kész? Mindegy. Előszedd a focit. Akkor fel kell. Úgy az, hogy medve. Nézd a lecskös. Reklám. De miért? Medve súly. Mi? Add már de rá! Nem adom a fel. Nem lett hallgat, mert örülni szeretnék. Ezzel úrunk fel vagyok. Add már de nézzük egy kis meccset. A 25. percben jár. Ányúl a Balázsás 0-0 a Ferencváros Pax mérkőzés állását. Itt a Grupa Arénában. Izgalmas mezőny játékot láthatunk. Ilyes vagy? Ilyes vagy? Ilyes vagy? Ott itt vannak a pocikba. Mit csináltál szarom? Megettem a kenyeret. Fedelítves a vízem. Hátra egy dibusznak, dibuszkívani előre a labdát. Forgaaa! Egy, ha le tudta volna venni. Nem látod, nem bírják levenni a labdát, sem mit nézni. Szabó készülődik a bedobások. Hátra dobja a percnek. Lepet vissza Szabónak. Szabó húzogat. Szabad, hát nem a kapucs mellett, és szabálytalan bűnöket! Ez az a 11-es! Piros la! Ez az! Hát egy kis hangot! Hát
Mi akarsz színész lenni? Küzdesz érte? Küzdesz az álmaidért? Mi van a munkád idegére? Ki készít? Mi lesz, hogyha a
fog, mint a 220. Ne idegesítsé meg a bácsi, ott kikapcsi, fogcsi. Hagyd át, kabélát! Nem mozizni kell, please! Bidus racok, kinek baszom szét száját? Mi van veled? Részeg vagy? Ki én? Hagyjál már békén. Mikor? Vegyétek már vissza tázit! Lehetsz utána, bamba. Nagyon csúnya a hátad, öcskös! Pedig nem csúa. Megyünk inni? Engem kitiltottak. Ja, mi vettem vagy iskolában? Ki vagyok írva egy hónapig főnök? Tudod, kinek csúnya a háta? Keresek másikra kicsit. Megyek rallira. Dika bolondok. Ki a Károly? Mennyi már te a... Ha-ho! Valaki? Senki? Ha-ho! Ha-ho! Na, talált ki, mi volt ma? Na, mi? Harma is meg volt egy csaj. Le vagy maradva, öcskös. Tudod, mennyinél tartok? Miért? 17-nél. Ez fantasztikus. Látom, zavarja a kis arcocskádat. Dehogyis örülök, hogy ilyen sikeres vagy. Nem zavarja, Jól, ki volt a szerencsés állat? Hát, tudod, a csapos lány Presszó volt. Az, aki mindenkivel elmegy. Csak veled nem. Pedig már egy hete főzött. Azért, mert beszélgettem vele, még nem akarom felszedni. Kifogás. Adjak pár csőzós tippet. Minden vágyom. Tudod, nekem már 17-szer bevált. Szerintem a minőség fontosabb a mennyiségnél. Hagyjuk is, már tettem, vagy olvassa a könyveket, azok már nem utasítanak vissza. Megyek már 18-szer.
neki, fiam. De igen, látom, hogy örülni fogsz neki. Az erdőben nem viszont.
Szigorú, de öntetlen ember. Én ezután mindenbe belefogok. Az én apukám néha nem tudom, mit gondol. Én apukám hangfalakat fogad. Az én apukám oldalas, a világbajnok oldalas. Az én apukám mindent megadott nekem, amire szükségem volt. Egymás kergetik, törtek és egészek. Ki tizedes, ki százados. Élete, több ismeretlenes egyenlet. Iránymutatója vektorok, szépség ideája egy lila rombusz. Ami nekem cybervilág, idegen univerzum, neki hazai pálya. A négyed rácsosnak. Engem már, ha ránézek is elfogadtak, és egy háló. Húsba köt, folytogat, rám tekeredik. Kiver a berejt. Hónajam zokog. Nedves borát ingújjamba fújja. Hát hiába. Ő a sztárcsatár. Én idegenben játszom. Ő otthonosan mozog a pályán, maga biztosan Milan léptekkel tör előre. Valóságos zsongőr. A számú zsongőr. Szürkés kék szemeit a lapra szegezi. Tinta fröccsen. Keze jár, mint a gép. Súlya alatt a négyzetháló megfeszül. Sorokon átfut az egyenlet. De előle ugyan apám, mintha csak levelet írna egy kedves barátjának. Hozzáad, elvesz, maga az Isten. Az én apukám informatikus, de igazából sportriporter vagy zöldséges szeretne lenni. Szerintem viszont varázsló. Mindig pontosan megmondja, hogy mikor fog zöldre váltani a lámpa, és olyan gyorsan tudja szeletelni a kígyóborkát, mint senki más a világon. Don't worry, be happy. Mindig ezt mondja. Mosolyog. Táncol, tök hamisan énekelget porszívózás közben, csöndesen borozgat, meccset néz, és mindig él. Néha szombaton elmegyünk kettesben étterembe és moziba. Soha nem riadt vissza egy hajnali 5 órától egészen délig tartó barbizástól, vagy egy órákon át tartó ruhavásárlástól, mert én vagyok az ő egyetlen királylányám, ő pedig a nagy, bölcs és ő a legmagasabb, legerősebb, legdaliásabb ember az egész operenciás tengeren túlról. Apa mindent tudunk. Jó matekból, tud vezetni, focizik, teniszezik, kosarazik, vesz ajándékot műnapra, és elbírja a hátán az egész világot. Szia, apa! Milyen volt az edzés? Fárasztó. Sokat futottatok? Kondisztom. Milyen volt a suli? Jó. Milyen volt a munka? Izgalmas. Kaptam rajzba egy ötöst. Ezt várja öntől a vezetőség. Aztán neked. Szabad meg, ugye milyen jó az illata? Tényleg jó. Jó meleg. Apa, nem úthatnék mégis otthon. De vettem csirkét. Tudom, apa, de nagyon sokat kell tanulnom. Hozd át a tanulnivalót is. Két hete nem aludtál nála. Mert tényleg nagyon sok dolgom van. És mi lesz a csirkével? Majd megesszük holnap. Hiányzol. Randi messz. Miért nem hozod őt? És az komoly? Miért a lányok is szeretik a csirkét? Csak kérem, hogy szeretem meg. Hát akkor meg holnap is tudtam találni.
Anyukám mesélte, hogy majdnem rongit nézi lettem. Sokáig próbálkoztam, anyukám, már nem sikerült. Aztán valami csoda folytán, az orvosom mégis. Én viszont néha azt érzem, hogy nem történt meg a csoda, egy idegen lánya vagyok. Anya mindig azt mondja, nagyon hasonlít a papára. Ez az egyetlen dolog, amit tudok róla. Miért én milyen vagyok? Mint a puzzle-t kaptam volna a nulladik születésnapomra. Magamban keresem az atomat 20 éve. Keresem őt. Keresem mindenhol. A férfiakban az utcán, a színészekben a színpadon, a barátnőim apukáiban, magyar tanáraimban, olcsó amerikai vígjátékokban, mindenhol, kivéve a saját apámban. Mert néha úgy érzem, hogy benne nem fogom megtalálni. Keresem könyvekben, versekben és dalokban. Idegesítő szokásokban, szófordulatokban. Egy regényhűs elfolytott vágyaiban, egy szemtelen merészségben. Régi fotókon, festményekben, amiket állítólag ő festett, sorokban, amiket állítólag ő írt. Könyörögve keresem a barátaiban, elhadart anekdotákban. Keresem a részegségben és a legtisztább józanságban. Ő egyszerre nyugodt és dühös. Türelmetlen és megértő, megfontolt és meggondolatlan. Hirtelen haragú és érzéketlen, és mindez valami elképesztő. Tragikusan kitartó jókedélyűség palástjába gugyolálja. Keresem egy könycsebben. Egy bánatban, ami talán egyszer az övé volt. Keresem a rendben, a megvetett ágyban és a káoszban, egy kusz elcsett vonásban. Keresem az arcvonásaimban, a vastag szemöldökömben, a szözben, amit minden este kipiszkálok a köldökömből, a szőrös lábomban. Abban, ahogy egy lányt ölelek, ahogy élvezem is, ahogy unom a csókot, ahogy megszólítok és ahogy hallgatok, ahogy nem merek, ahogy elvörösödik a fejem, ahogy izzad a homlokom. Őt keresem a kudarcban is, a nőben, szégyenlős, tévejgő múlt időkben, anyámban is apámat keresem. Ő olyan, mint egy megoldhatatlan gyilkossági eset, és én, Kalambó, már talán nem is próbálkozom azzal, hogy megfejtsem, hanem mindig új rejtélyeket igyekszek megoldani, de valahogy mindig ehhez az egyhez térek vissza. Mert ebben van benne az elemi kérdés, hogy ki vagyok, és még nem tudok rá válaszolni. Hát nem maradt más, mint felhagyni az örökös keresgéléssel, és hinni az utolsó utáni pillanatban bekövetkezett csodában, az apukám az apukám. Yeah.